Köszöntöm a nézőket, friss híreket látnak a Gyergyó TV-n. Lássuk, mi mindent szemlézünk ma. A Budapest 5. kerületével kötött testvérvárosi szerződés felbontását sürgeti Árus Zsolt. Több munkálatot végeztek el a jégpályán, hogy készen álljon a Jégkorong Románia kupa megszervezésére. Meghirdették a színház, a múzeum és a könyvtár menedzseri állásait, január 6-áig lehet jelentkezni. Kormány támogatásnak köszönhetően kerülhet sor a napközi otthon bővítésére. Nyílt levél által sürgeti a város döntéshozó testületét Árus Zsolt, hogy bontsák fel a Lipótvárossal kötött testvérvárosi szerződést. Amiatt kellene ezt megtenni Árus szerint, mert a testvérváros, idézzük, magyarországi önkormányzatként a sovén román hatóságoknak nyújtott segédkezet, egy székelyföldi testvérváros polgármestere elleni elvtelen és tisztességtelen harcában. Árus Zsolt kezdeményezésére több tíz ember aláírásával még a nyáron nyújtottak be javaslatot az önkormányzathoz, amelyben kérték a testvérkapcsolat felbontását az 5. kerülettel. A beadványnak nem tettek eleget azóta, ezért nyílt levélben nyomatékosítja kérését Árus. Azt írja, habár a két önkormányzat együtt képzelte el a gyilkostó felvirágoztatását a Monturiszt által, az elképzelés meghiúsult, a cég egyik félnek sem hozott hasznot. Árus azt is felhozza levelében, hogy az 5. kerület a Monturiszt ügyvezetője oldalára állt, amikor az nem tett eleget az átvilágítási kérésnek, sőt akadályozta azt. S ha ez nem lett volna elég, később beleegyezését adta ahhoz, hogy az illető a cég nevében városunk polgármestere ellen forduljon, áll a levélben. Az pedig ne tévesszen meg senkit, hogy egy ideje eljátszák, hogy tévedésben éltek, de most már értik a helyzetet és partnerei Gyergyószent Miklósnak a helyzet rendezésében, írja Árus Zsolt, hiszen szerinte a tettek nem ezt igazolják, a sok apró adminisztratív hiba miatt mai napig nem sikerült leváltani Virág Zsoltot. A városatyáknak nincs joguk tétlenül szemlélni ezt a folyamatot, véli Árus, ezért ismét kéri, hogy a szerződést mihamarabb bontsák fel, a testvér kapcsolatot szüntessék meg az 5. kerülettel. A minimum az, hogy nem tűri a város becsületének a sárba tiprását az, aki a város vezetését vállalta fel, áll a levélben. Kiegészítették 200 millió lejjel az első ház program költségvetését a kedvezményes ingatlan hitelek garantálására. A kormány idén 2,6 milliárd lejt fordított. Ehhez adódik hozzá a tegnap jóváhagyott 200 millió lejes kiegészítés. Dán Szucsú, a kormány szóvivője azt is közölte, hogy a kabinet a jövő heti ülésén dönt az első ház program sorsáról. Anka Drágo pénzügyminiszter múlt hétvégén azt mondta, jövőre 1,5 milliárd lejre csökkentik a lakáshitelek garantálására fordított keretet, de az is felmerült, hogy 2016-tól felfüggeszthetik az első ház programot. Minden készen áll a jégpályán, hogy fogadja a Jégkorong Románia kupát, melyet idén a ProGym szervez. A 8 mérkőzésből álló eseményre a jövő hétvégén kerül sor. Arra biztatják a szurkolókat, minél többen vegyenek részt, hiszen izgalmas összecsapásokra van kilátás. Az elmúlt hónapokban több beruházási javítás valósult meg a jégpályán. Új székeket helyeztek el, új hangosítórendszert szereltek be, bejárati ajtót cseréltek, beléptető rendszert szereltek, és az öltözőkben is végeztek munkálatokat. Mindezekre azért volt szükség, hogy a ProGym megszervezhesse a Jégkorong Románia kupát, hiszen a biztonsági és egyéb követelmények nagyon szigorúak. Az elvégzett munkáról a VSK vezetője beszélt. Mindent az önkormányzat támogatásával sikerült megvalósítani. Beruházásokat végeztünk el, új lelátónk van, új székeket tettünk, 837 széket kellett beszereljünk, és most evel a pálya teljes kapacitással tud működni. Tehát a nézőtért felújítottuk teljesen, ajtókat tettünk, új ajtókat, mert a 4-es törvény szerint az ajtók már nem feleltek meg. Nem tudtunk volna már beengedni nézőközönséget olyan ablakokkal, amelyik könnyen törik, amelyik könnyen eltörnek. És ami a legfontosabb, az egész, sok minden fontos van, de nagyon fontos dolog volt az, hogy évek óta most már újra van a pályának hangosítása.
Most már ez az hangosító rendszer, ami végleges, most már decemberre mondhatom azt, hogy befejeztük, most adtuk át. Nagyon-nagyon jól működik, nagyon jól befogja a pályát. És természetesen a beruházások mellett nagyon-nagyon sok javításokat végeztünk el. Tudni való volt, hogy a műjégpályán a nézőközönségnek nem volt csak férfi vécéje. Na most csináltunk úgy, hogy legyen egy női részleg is. Az öltözőket teljesen felújítottuk, kimeszeltük, a négyes öltözőbe kicseréltük a butorzatot is, és ott, ahol szükséges volt, butorzatot cseréltünk. Rengeteget dolgoztunk a nyár óta azért, hogy a pálya készen legyen a Románia Kupa fogadására. Most már a hatodik öltözőt is fejezzük be. Már nagyon kevés van. Én már azt mondanám, hogy teljesen készen vagyunk, készen állunk arra, hogy bármilyen rendezményt tudjunk fogadni. Gyergyó Szent Miklós számára nagy lehetőség, hogy megszervezheti a Románia Kupát, hiszen sok jó mérkőzést láthat a hazai közönség. Örvendetes hír az, múlt héten a szövetség hivatalosan is ugye megszavazta és leközölte, hogy a szervezési jogot megkaphatta a progim. Ez egy nagy dolog a mi kis közösségünk életében, hiszen egy Román Kupa döntő szervezésével nem bármely várost bízzák meg. Úgyhogy az első számú kérésem, és amit kell tudjon egy gyergyói ember, tehát egy gyergyómedencei ember, az, hogy ez egy nagy dolog, hiszen A-csoportos bajnokságban szerepel a mi kis csapatunk, Román Kupa döntőt szervezhet egy ekkora város decemberben, adventben, négy napos rendezvény, hat csapattal lesz ez megszervezve, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, érdekes mérkőzések lesznek, én azt érzem. Igyekeztünk mi, mint szervezőnk, egy olyan jegyárat is összeállítani, amely kedvező is tud lenni mindazon emberek számára, akik akár az egész mérkőzést meg szeretnék tekinteni. Ezt a plakáton teljes mértékben közítettük, de akár most is elmondhatom, hogy a teljes körű bélet az 50 lejbe kerül a 8 mérkőzésre, amit nem tartunk soknak. Tehát most bele kell abba is gondolni, hogy ugye évelején ösztönöztünk többször a szurkolókot, hogy vegyenek éves bérletet, hiszen ez bele tartozik, úgymond, ez a mérkőzés sorozat is az éves bérletbe. Akinek van, annak előnye van, akinek nincs, most megveheti így, hanem akkor mérkőzésről mérkőzésre is megveheti. A nézők számára ajánlott, hogy elővételben vásárolják meg a jegyet, és időben érkezzenek a mérkőzésekre, hogy ne torlódjon fel a sor a bejáratnál. Ugyanakkor fontos az is, hogy biztassák a csapatot, hiszen egy-egy mérkőzés kimenetele akár azon is múlhat. Arra számítunk, hogy sokan lesznek, úgyhogy arra szólítsuk fel az embereket, hogy elővételbe is igyekezzenek egyet vásárolni. Ösztönözzük azt, hogy bérletet vegyen, hiszen az attól jobb, hogy egyszerre megvette az összes jegyét, és nem kell többet sorba állnia akár. Úgyhogy tiszteljen meg bennünket azzal, hogy egy ekkora jogot úgymond kivívni nem egy egyszerű dolog. Jó, hogy jégkorongról van szó, és Gyergyó Szent Miklós az országban előkelő helyen jár jégkorongba, de akkor is, hogy megkaphattuk, ennek maximálisan örülünk. És azt várjuk el a közönségtől, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg, hiszen mindenek mellett a Berger táblázat jó voltából egy olyan csoportba sorolódtunk be, ahol a Sportus Studentesk és a Steaua-val vagyunk egy csoportba, amely azt jelenti, hogy ebben az esztendőben úgy van megszervezve a Román Kupa, hogy a csoport első az direkt döntőt játszik, csoport második az harmadik, negyedik helyért játszik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azt Steauát 4-ből 3-szor sikerült az idén megvernünk. Ha most is ezt meg tudjuk tenni, akkor történelmi pillanatot ír a kisváros, hiszen döntőt játszik, ami még nem volt. És ezt hazai pályán, hazai közönség előtt. Tehát ez szép lehet, egy jó karácsonyi készülődés valóban. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy jöjjenek, szurkoljanak a csapatunknak, hiszen mi ezt tudjuk tenni, mi vezetés, a maximumot idehoztuk. Azt tudjuk tenni, hogy van egy csapatunk, amely a város színeiért játszik évek óta, és a szurkoló meg azt tudja tenni, hogy vásárol egy sállat, azzal szurkol, vásárol egy bérletet, és azzal jön meccsre, egyszerűen idejön, megtiszteli a csapatot azzal, hogy még vagyunk, létezünk. A kupa mérkőzések csütörtöktől vasárnapig tartanak, jegyeket már lehet elővételben vásárolni.
csökkenteni a kormány a katonai nyugdíjakat. Emellett minden belügyminisztériumi alkalmazott nyugdíját is visszavágnák. Idén nyáron speciális nyugdíjat hagytak jóvá a katonáknak, amelyet egy fél éves jövedelmük átlaga alapján számolnak ki. Az érintettek dönthették el, hogy az utolsó 5 munkaévükből melyik fél éves periódust vegyék alapul a 80%-os speciális nyugdíjhoz. Most azonban Dacian Csolos technokrata kormánya sürgősségi rendelettel módosítaná a törvényt, ez pedig nyugdíjcsökkentést eredményezne. A módosítás szerint nem a katonák összjövedelmét veszik figyelembe a nyugdíj meghatározásakor, hanem az alapilletményüket. Emellett ennek sem a 80%-át kapnák meg, hanem 15%-kal kevesebbet. Az intézkedés a rendőrökre is vonatkozna, akik azzal fenyegetnek, hétfőtől utcára vonulnak, ha a kormány nem tesz le nyugdíjcsökkentéséről. 3 kulturális intézmény esetében ügyvezetői tisztségre tett közzé álláshirdetést a Városháza, a múzeum, a figura és a könyvtár élére is vezetőt keresnek. Mindhárom művelődési intézmény esetében a 3 évre szóló megbízás határidejének lejárta tette esedékessé az álláshirdetést, hogy amíg a versenyvizsgák lezajlanak, ne maradjanak vezető nélkül az intézmények. A városatyák egy korábbi ülésen mindhárom igazgatót megbízták, hogy idéglenesen még 3 hónapig töltsék be tisztségeiket. Természetesen, ha akarják, megpályázhatják tisztségeiket a következő 3 évre is. A napokban meghirdetett igazgatói állásokra olyanoktól várnak jelentkezéseket, akik rendelkeznek menedzseri vagy kulturális történelmi egyetemi végzettséggel, legalább 3 éves tapasztalattal, menedzseri felkészültséggel. A jelentkezési aktacsomónak a szokott aktákon kívül tartalmaznia kell egy-egy menedzsment tervet is az adott intézmény működtetésére a 2016-2019-es időszakban. A jelentkezési iratcsomót január 6-áig lehet benyújtani a Városháza Humán Erőforrás irodájára. A vizsgáztatók előbb átvizsgálják a jelentkezéseket, majd behívják a pályázókat, hogy megvédjék dolgozataikat. Erre január végéig mindhárom intézmény esetében sor kerül. A legfelsőbb bíróság elutasította tegnap este a merénylet kísérlettel gyanúsított Beke István fellebbezését az előzetes letartóztatása ellen. A jogerős döntés értelmében a Kézdivásárhelyi férfi vizsgálati fogságban marad. A 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom Kézdivásárhelyi Szervezetének elnökét december 1-én Románia Nemzeti Ünnepén vette őrizetbe a szervezet bűnözés és terrorizmus elleni igazgatóság, amely szerint a férfi házi készítésű pokolgépet akart felrobbantani az ünnep alkalmából tartott kézdivásárhelyi rendezvényen. Az igazgatóság közölte, az illetőt az alkotmányos rend elleni cselekedetek szándékának és a robbanó anyagokra vonatkozó szabályok megsértésének gyanújával vették őrizetbe. Az ügyészség szerint a házkutatások során lefoglalt eszközök alkalmasak voltak arra, hogy román állampolgárokat és javaikat veszélyeztessék. Az ügyészek petárdákat találtak a férfi lakásán. Az ünnepek közelettével a disznóvágási szezon is megkezdődött. Az asztalok és az éléskamrák megtelnek friss, sertéshúsból készült termékekkel. Nagyon fontos azonban, hogy állatorvossal megvizsgáltassuk a fogyasztásra szánt húst, így komoly betegségeket kerülhetünk el. A frissen vágott sertésszőrét perzselik le ebben a nyáradmenti gazdaságban. Hagyományosan úgy, ahogy volt régen. A rég szalmával csinálták, de most vannak ezek a gépek, hamarabb megy. Ezt követően az állatot megmossák, felbontják, a gazda kérése szerint feldarabolják sonkának, szalonnának, kolbász alapanyagnak. A friss hús egy részét viszik is a konyhára. Amíg a böllér folytatja a munkát, a gazda besózza a húst, a háziasszonyok friss pecsenyét készítenek reggelire. A friss pecsenye azt jelenti, hogy a meleg húsból összevágjuk kockára, van, aki csinálja fokhagymáson, van, aki csinálja hagymáson, egy jó pörkölt alapú és jó puliszkát hozza, van, aki kenyérre, van, aki krumplipire, ki hogy szereti, ki hogy szokta. Fogyasztás előtt azonban mintát visznek állatorvosi vizsgálatra, a trikinózis betegség kiszűrésére. Fertőzött hús fogyasztása esetén ugyanis gyomor- és bélrendszeri gyulladás alakul ki. Azt azonban, hogy az állat fertőzötte, legtöbb esetben csak a feldolgozás után lehet megállapítani. Állatok esetében ez nem nagyon lehet észrevenni, csak hogyha esetleg nagyon-nagyon fertőzött az állat, hogy több
vagy 100 000-nél több trikinella lárva jut a szervezetébe, akkor a disznók is gyengeséggel, meg ízomfájdalommal küzdködnek, de ezt tehát nem tudjuk felfedezni, csak húsvizsgálat révén. A trikinella hasmenés, hányás, hasi fájdalom formájában jelentkezik. 2-3 hét után az izomszövetekbe is lerakódhat, mely lázzal, izomzati gyulladással és fájdalommal jár, és akár halálos kimenetelű is lehet. Így először mindenképpen állatorvosi jóváhagyás kell, azután jöhet a lakoma. Egy felmérés szerint a falvakon lakó 18 és 60 év közöttiek 46%-ának nincs munkája. Ennek a csoportnak 29%-a háztartásbeli nő, aki semmilyen állandó jövedelemmel nem rendelkezik. A vidéki lakosok 5%-a vallotta azt, hogy neki vagy a háztartásban lakó más személynek saját vállalkozása van. 22%-uk pedig a jövőben szeretne vállalkozást indítani, legtöbben a mezőgazdaság területén. A megkérdezettek 40%-a ehhez vissza nem térítendő uniós támogatást használna fel. Ugyanennyien megtakarításaikból vagy családtól, barátoktól kölcsönkért pénzből indítanának vállalkozást. Kormánytámogatásnak köszönhetően bővülhet a Csodavilág napközi otthon. A tervek szerint beépítik a tetőteret, ahol két csoport kaphat majd helyet. A finanszírozási szerződést aláírták, a munka nagyobb részét jövő nyáron szeretnék elvégezni. Mint arról a napszemlében is beszámoltunk, nagyszabású munkálatokra került sor a nyár és ősz folyamán a Csodavilág napközi otthonban. Tetőjavítás volt, kiépítették a fűtésrendszert, és belső átalakításra is sor került. A munka úgy tűnik folytatódhat az épület bővítésével, hiszen kormánytámogatást kap erre a város. Újabb pénz érkezett a városba. Hál' Istennek kormányfinanszírozás sikerült lehozni a Csodavilág napközi otthon támogatására is, ebben nagy mértékben hozzájárult Bartel elnök úr közbenjárása, vagy hozzájár, igen, pozitív közbenjárása, melynek eredményeként felkerültünk már korábban a Fejlesztési Minisztérium támogatási listájára. Ezzel kapcsolatosan a múlt héten írtuk alá a finanszírozási szerződést, amellyel most már az idén megközelít az idén az előbb jelzett oktatási intézmények fejlesztésére szánt finanszírozás eléri most már lassan a 2 millió lejt, ami az idén jóvá lett a Gyergyószentmiklós városnak. Abban, hogy a támogatás Gyergyószent Miklósra érkezhessen, fontos szerepe volt Hargita megye tanácsának. A Pitypang óvodára sikerült az év elején a szükséges összeget megszerezni, utána indult el a tárgyalás arról, hogy a Csodavilág napközi otthon is megkapja a szükséges összegeket, akkor közel 500 000 lejről beszéltünk, utóbb miután felmérték és újra tervezték úgymond a beruházást, az itteni beruházást, kiderült, hogy még kellene plusz 300 000 lej, tehát jelen esetben 793 000 lejről beszélünk, amire szükség van ahhoz, hogy ez a beruházás befejeződjön, és ahogy itt az alpolgármester is elmondta, a teljes összeget sikerült most kormánytámogatással megszerezni. Még a leköszönő kormány aláírta úgymond a finanszírozási szerződést, illetve a miniszteri rendeletet. Én nagyon örvendek, hogy az idén ezzel a lépéssel most már a második óvodára is megszereztük a pénzt ahhoz, hogy felújítódjon, és mint ahogy fogalmaztam korábban, a gyermekbarátabb Gyergyószent Miklós kialakítása érdekében azt hiszem ez egy fontos lépés volt, és örvendek, hogy volt nyitottság helyi szinten az igazgató részéről is ahhoz, hogy ezt a beruházást be lehessen fejezni, és amit elhangzott, nem kötelező az idén elkölteni ezt a pénzt, az azért fontos, mert általában évvégén adnak pénzt, de azzal a kitéttel, hogy évvégéig költödjön is el, ami sok esetben lehetetlen. Jelen esetben ezt el lehet köteni a következő években is, és bízom benne, hogy ez a beruházás hasznára válik a lakosságnak. A kormány támogatásnak köszönhetően az épület bővítésére kerül sor. A tervek szerint beépítik a tetőteret, ahol termeket alakítanak majd ki. Az intézmény kibővítése fog megtörténni, a tetőtér lesz kiépítve, ahol két csoportnak lesz helye, a csoportnak fennáll a tetőtérben, a két csoportnak meg lesz a fürdőhelysége, a gyengélkedője, és akkor magával foglalni két lépcsőházat, egy belső lépcsőházat és egy külső lépcsőházat, ami tűzvédelmi szempontból lesz fontos, ami mai nap most már egy nagyon újszerű dolog. Egyre többen követelik a tűzvédelmi problémákat, ezáltal el is meg fog oldódni a vonatkozó
a városháza a szükséges léteteket elvégzi, a külső lépcsőházat meg is lehetne csinálni, amennyiben a tidőállás ezt engedni fogja. A többi részét az jövő nyáron kerülne sorra, a lokációban, arra a lokáció elég is volna, hogy ezt az épületet befejezzük. Az intézmény vezető szerint egy régi álom valósul meg ezáltal. A Csodavilág napközi otthon a felújítási munkálatoknak és a bővítésnek köszönhetően korszerű körülmények között fogadhatja a napköziseket. December 12 és 13-án szombaton és vasárnap este 7 órától újra műsoron a figura nemrég bemutatott Nyina, avagy a kitömött sirályok törékenységéről című előadása. Mátej Visnyiek kortárs román drámaíró darabja a Csehos sirályának tovább gondolása, mely a Nyina, Trepjov és Trigorin közötti szerelmi háromszög történetén túl érvényes. Saját jelenbeli létezésünket érintő kérdéseket fogalmaz meg. Rendezője Sárdár Tagirovszki jelenleg a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végez drámaíró szakot, és Bocsárdi László rendező osztályában tanul. Jegyek ára 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej. Ötfős csoportok esetén a jegyek ára kedvezményesen 12 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 8 lejbe kerül. Egyetemi napok a Mogyén, az egyhetes rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Estjével vette kezdetét. A találkozón a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 70 éves múltját elevenítették fel. A Mogye 70 évéről mesélnek ezek a fényképek. Az orvosit 1945-ben helyezték át Kolozsvárról Marosvásárhelyre, az egykori katonai alreáliskolába. 1962-ben vezették be a kétnyelvű oktatást, addig csak magyar nyelven folyt a tanítás. Azóta rengeteg orvos végzett az egyetemen. 1959-ben végeztem, tehát nagyon sok, nagyon régi, már rég volt. Egyébként brassai vagyok. Örök életemben orvosnak akartam, édesapám is orvos volt. A találkozón volt és jelenlegi diákok, professzorok elevenítették fel a régi időket. Nem csak szigorú szakmai szempontok szerint, ezeket a fényképeket például orvos professzorok készítették. Az a bizonyos 70 év, ami eltelt a marosvásárhelyi orvosi történetében, ez nem kizárólag csak orvoslásról szólt, hanem itt egy nagyon intenzív kulturális élet is zajlott ebben az időben, és azon kívül, hogy vissza akarunk emlékezni arra, ami volt, ahogy megalakult ez az egyetem, ez az intézmény, fel akarjuk eleveníteni azokat a kulturális eseményeket is, amelyek ez alatt az idő alatt voltak. Ilyen volt a legendás színjátszókör is. Az általam vezetett diák színjátszó csoportban körülbelül 1972-től 89-ig 17 év alatt rengeteg orvosnál hallgató fordult meg, kezemben levő tömérdek kimutatás szerint ezek közül 30, többi 30-an külföldön vannak, és itt a belföldön is nagyon sokan, és nagyon emelték a csoport színvonalát, elsősorban azért, mert játékkedvből jöttek, nem pedig színészkedési vágyból. A hajdani intenzív diák élet az új nemzedékek számára is példamutató lehet, hangzott el az esten. Az orvosi egyetem alapképzésein évfolyamonként jelenleg több mint 1000 diák tanul. Mutatjuk röviden még egyszer a nap fontosabb témáit. A Budapest 5. kerületével kötött testvérvárosi szerződés felbontását sürgeti Áruh Zsolt. Több munkálatot végeztek el a jégpályán, hogy készen álljon a Jégkorong Románia kupa megszervezésére. Meghirdették a színház, a múzeum és a könyvtár menedzseri állásait. Január 6-áig lehet jelentkezni. Kormány támogatásnak köszönhetően kerülhet sor a napközi otthon bővítésére. Ez volt a Napszemle, a Hargita magazinnal folytatódik műsorunk. Én holnap is várom Önöket a szokott időben, viszontlátásra!